Az Európa szerte híres balatoni táj keleti medencéjének legfényesebb gyöngyszeme a tóba messze benyúló Tihanyi félsziget. Páratlan adottságai, egyedülálló földtani képződményei, őshonos növény és állatvilága, történelmi emlékei révén hazánk egyik legértékesebb szabadtéri múzeuma. A természet szerelmeseinek egy hosszabb túrát ajánlunk a Lóczi Lajosról elnevezett bemutató tanösvényen. A nemzetközileg is méltán elismert tudós geológusnak köszönhetjük a Balatonnak és tágabb környékének sok szempontú tudományos feltárását. Tanítványa és munkatársa, a földrajzos Csolnoki Jenő már a múlt század 40-es éveiben javasolta a Tihanyi Nemzeti Park létrehozását, de csak 1952-ben az ország első tájvédelmi körzeteként kapott hivatalos védelmet a ritkaságokat rejtő félsziget. 1997-ben a Balatonfelvidéki Nemzeti Park része lett, oltalmat nyújtva a természeti értékeknek. A felszín változatossága és a sajátos szubmediterrán klíma hatására érdekes és egyben értékes életközösségek alakultak ki. Épp úgy megtalálható itt a vízi és a vízparti növényzet, mint a szélsőségesen száraz sziklagyep. Hazánkban ritka, délies elterjedésű növények egész sora virít a száraz gyepekben és a cserszömörcés karsztbokor erdőkben. A délnyugati oldalon élő cserestölgyesben pedig évszázados törzseket csodálhat meg a kiránduló. Tihany hajdani nevezetessége a balatoni kecskeköröm. Az egykor itt hullámzó Pannon-tengerben élt kagylók évmilliók alatt megkövesedett teknőit a mai tó hullámverése koptatta sajátos alakúra. A félsziget földtörténeti múltja ezzel a Kárpát-medencét kitöltő, fokozatosan kiédesedő vízű beltengerrel kezdődött. A környező hegységekről lemosódó rengeteg hordalék idővel erősen feltöltötte a süllyedő medencét, és így végül sekély, mocsaras tóvidékké változott a táj. Mintegy 7 millió éve vulkánok törtek ki, és félelmetes gázfelhő kíséretében hosszú időn keresztül lövelték kráterükből a mélyen izzó láva szétszaggatott törmelékszemcséit, vastag kőzet rétegekkel borítva és szárazföldé változtatva a környéket. 2-3 millió évvel ezelőtt a tűzhányok pokla elcsendesedett, és már csak forró vizek törtek föl a mélyből. A hívforrásokból kicsapódó kovásmezes anyagok építették fel a gejzírkúpokat. A szél fújta, eső mosta és a jégkorban fagyrepesztette felszín e külső hatásokra igen változatos arculatot öltött. A föld belső erői azonban még egyszer beleszóltak az eseményekbe. A tektonikus, vagyis földkéreg mozgások néhány százezer éve tovább emelték a Balaton felvidék hegyeit és a somogyi dombokat, így köztük hosszan elnyúló, lefolyástalan vájú keletkezett. A részmedencékben felgyülemlő víz idővel elmosta az őket elválasztó földhátakat, és mintegy 10 000 éve létrejött a mai Balaton. A tóhullámai azóta is folyamatosan ostromolják Tihany magas partjait, időnként egy-egy omlást, földcsuszamlást okozva. A puha Pannon homok és agyagrétegekre települt kemény vulkáni eredetű kőzetek azonban védik is a felszínt a felülről ható pusztító erőkkel szemben. E különleges földtörténeti eseményeknek, geológiai és földrajzi jelenségeknek köszönhetjük Tihany élettelen természeti szépségeit. A félsziget emberi kéz alkotta első emlékei a vaskorból maradtak fenn. Később kelták lakták, majd a római birodalomhoz tartozó Pannónia része lett. A víztükör fölé magasodó két tornyú bencés apátságot évente több százezer turista keresi fel. A gyönyörű barokk faragványokkal ékesített templom alatt nyugszik az alapító első András, Árpádházi uralkodónk. Ez hazánk egyetlen eredeti helyén levő király sírja. A számos kultúrtörténeti érdekesség között előkelő helyet foglal el legrégebbi írott magyar nyelvemlékünk, a Tihanyi alapítólevél. A falu jellegzetes népi építésmódja is őrzi az Árpád-kor jegyeit. A jobbágyok faragatlan, rétegzett bazaltufából rakták házaik falait. Sötét szürke színük ma is sajátos képet ad az utcasoroknak. Az apáti templomromtól a barátlakásokig kanyargó, piros kereszttel jelzett Lóczi ösvényen végig sétálva, alaposabban megismerkedhetünk Tihany történelmi emlékeivel és természeti értékeivel.
Útunkat kezdjük az Aszófőre vezető 71-es út mellett, a hajdani apáti román stílusú templománál. Az apátságnak szolgáló családok a 11. században még a település 74 házát lakták. Nevét 1267-ben említették először oklevélben. A falu a 16. században a törökök elleni harcok során pusztult el. A helyreállított templom falaiban a bazaltufán kívül a környék számos kőzete azonosítható. Tihany mediterrán jellegű éghajlata különösen kedvez a gyógynövények termesztésének. Sajkot felől felkapaszkodva nézzük meg a félsziget egykori híres levendulásainak utolsó maradványát, az úgynevezett öreg levendulást. Franciaországból hozott tövekkel telepítették az 1920-as években. A sorok közé később mandulafákat ültettek. A növény lepárlása után nyerték a levendulaolajat, amely keresett termék volt. A gyógyszergyártásban és a kozmetikumokban illatszerként is felhasználták. A nyugalmat és tisztaságot jelképező levendulát napjainkban újra telepítik. A Nyereghegy keskeny gerince vulkáni és utóvulkáni működés nyomait őrzi. Láthatjuk, miként tört fel a forró víz a föld mélyéből. Méteres magasságú, felfelé keskenyedő, oszlopszerű, belül üreges képződményekben budjant elő a víz, majd gyorsan lehűlve kicsapódott belőle az oldott anyag, vékony lemezes szerkezetű köpenybe burkolva saját csövét. Felfelé és oldalirányban is terebélyesedve idővel összenőttek a különálló oszlopok. Ha pedig a járatok eldugultak a kicsapódó anyagtól, akkor egy újabb helyen tört föl a forrás, egyre tovább gyarapítva a szikla alakzatot. Az 50 méter hosszan húzódó, majdnem 10 méter magas sziklafal látványosan szemlélteti a rétegezettségi viszonyokat. Az alsó, sok apró bazaltöredéket tartalmazó, sötét-szürke vulkáni tufa fölött vékonyabb, vízben lerakódott tufit következik, majd erre települ a világos árnyalatú, alul vékony lemezekből álló, feljebb, tömeges megjelenésű meszes, kovás kőzet. A ritmusosan kicsapódó finom üledékanyag hajdani melegvízű tavacskák medencéjében rakódott le. A csúcshegyre átsétálva rálátunk a bozsai öbölt szegélyező nádas pusztuló maradványaira. A félsziget legmagasabb 232 méteres pontján szintén egy jókora forráskúp terpeszkedik. A lerakódott kőzetben a később feltörő vizek egy egész barlangot oldottak ki. A több méter magas kupolaszerű üreg keresztmetszetét tanulmányozva könnyen magunk elé képzelhetjük a több millió évvel ezelőtt lejátszódott folyamatokat. Eleink 1267-ben árkokkal övezett és bástyákkal erősített várat emeltek a hegytetőn, ahonnét egykoron nem csak a félsziget nagy részét, hanem a tó északi partján Fehérvárra vivő hadiutat is szemmel tarthatták.